A Kecskemétet idegenben már legyőzte a nyíregyházi kosársuli a bajnokságban, a sikert idehaza is megismételték volna Farkasinszky Gyuláné lányai. A mérkőzésen viszont a Kecskemét vett nagyobb lendületet. A negyedik perc végéig tartotta csak a lépést vele a kosársuli, aztán elhúzott a vendég együttes, 27-19-re nyerte az első, majd 23-21-re a második etapot. A fél időre a hazaiak húzó embere, Papp Claudio is megsérült és kiesett. Fordulás után ugyan remekül küzdöttek a kosársulis lányok, azonban hátrányukat már nem tudták ledolgozni, és 83-67-es vereséget szenvedtek. Nem maradt sok idő a feltöltődésre a nyíregyházi együttesnek, hétfőn ugyanis már Miskolcon kellett pályára lépniük Papp Claudio nélkül. Egy korábban sérülések és betegségek miatt elmaradt mérkőzés pótoltak a csapatok. A DVTK U23-as csapata vette itt is jobban a rajtot, a kosársuli végigfutott az eredmény után, néha sikerült is megközelíteniük a Diós Győrt, aki azonban nem csak szinte végig őrizte 10 pontos előnyét, hanem a végére meg is duplázta, így 75-55-ös vereséget szenvedett a nyíregyházi kosársuli csapata a Diós Győr U23-as csapatától. A kosársuli így a harmadik helyen fordul a következő évre, amit nehéz lesz őriznie, hiszen több korábban meghatározó játékos mellett Papp Claudia is kiesett a sorból, a csuklótörése után megműtött irányítóra, várhatóan 8 hét kényszerpihenő vár.